Szia, én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. Nemrég jöttem vissza a városba Ferihegyről, és persze, hogy baleset volt, a busz is lépésbe haladt, de legalább nem gyulladt ki, mint a metró. Budapest, a világváros, ahol az infrastruktúrális fejlesztésekhez világverseny kell. De most komolyan, az oktatás, az egészségügy, a munkaerőpiac, a bérek átlag helyzete mellett biztos, hogy olimpiára van most nekünk szükségünk? Biztos, hogy újabb stadionokra akarjuk költeni a pénzünket? Megengedhet magának az ország egy olimpiát? Elmondom. Vágjunk bele! Fontossági sorrend. A kifejezés, ami Magyarországnak olyan, mint az elvált apuka bevásárlólistája. Mindegy, mik a körülmények, a pálinka és a kolbász rajta lesz. A fontossági sorrend értelmét persze nem kell túlmagyarázni, mindannyian tanuljuk már gyerekkorunk óta. Először fejezd be a főzeléket, aztán ehetsz édességet. Először fel kellene készülnöm a holnapi dolgozatra, de aztán leülhetek a gép elé zombit írtani. Persze a helyzet nem mindig ennyire egyszerű. Valamikor nem csak két opció van, valamikor megpróbálnak ráthatni, valamikor sokkal összetettebb a kérdés. A lényeg viszont az, hogy mindig érdemes egy fontossági sorrendet felállítani. És hogy miért? Arról hadd meséljek neked egyet. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg király Meseországban. Ez az öreg király nagyon szerette a nagy és dicső lovagi tornákat, és rendszeresen kijárt megtekinteni a küzdelmeket. Meseország lovagjai azonban évről évre rosszabbul teljesítettek ezeken a tornákon, amitől nagyon szomorú lett az öreg király. Elhatározta, hogy ad annyi aranyat a lovagoknak, amiből aztán újra jól felkészülhetnek, győzedelmeskedhetnek, és vihetik Meseország jó hírét szerte a nagyvilágban. Teltek múltak az évek, és bár egyre több udvart újítottak fel a tornákra, és egyre több arany került Meseország lovagjaihoz, azok még mindig nem tudtak győzedelmeskedni. Mindeközben Meseország lakói úgy érezték, hogy van elég baj a Meseországnak, érdemesebb lenne arra költeni az aranyat a lovagok helyett. Így fordultak tehát az öreg királyhoz. Fenség, az ispotályok tele betegekkel, a neveldékből elfogyott a pala, a szekereknek és paripáknak meg egyre nehezebb eljutni, egyik faluból a másikba. Nem lehetne valamennyi aranyat inkább erre költeni? Kérdezte a nép. Az öreg király azonban nem figyelt, máson törte a fejét, egy idő után aztán így kiáltott. Csinálunk egy világra szóló tornát. De fenség, szólt volna a nép, de az öreg király közbevágott. Jönnek majd a lovagok a világ minden tájáról. Megküzdenek egymással gyalog és lóháton, földön és vízen, íjjal és karddal egyaránt. Ez lesz Meseország legszebb, de fenség, nem lehetne? Próbálkozott újra a nép, de az öreg király felcsattant. Majd a külföldiek aranyából megcsináljuk az ispotályokat meg a többit. És ezután csak szövegette tovább világra szóló terveit az öreg király. A nép, látva, hogy ebből így túl sok jó nem fog kisülni, szétszélett, de nem feledték, ami történt. Az öreg király pedig így érdegélt, míg meg nem bukott. És hogy ez mennyire nem mese itthon, azt szerintem te is jól tudod. Magyarország egyre hátrébb csúszik a sorrendben. 2013-ban például az emberek egynegyede nélkülözött. Ez jóval magasabb arány, mint a visegrádi négyek vagy az uniós országok átlaga. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint a kormány mindent megtesz a szegénység ellen. És erre mit tervezünk? A svájci Lozán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelye, ahol most a magyar pályázat első részét benyújtották, ebben a dobozban 85 pendrive-on a NOB minden tagja kapott egyet belőle. Bizony, és szerinted mit mond a kormány által rendelt hatástanulmány? A tanulmány úgy számol, hogy ha Budapest nyerni a 2024-es olimpia rendezési jogát, az 3113 milliárd forintba kerülne az országnak. Ezzel szemben 2983 milliárd forint bevételt hozna. Ja, még a saját felmérésük is azt hozta ki, hogy nem éri meg a dolog. De azért legyünk korrektek, és tegyünk tisztába egy-két dolgot. Egyrészt az olimpia király. A mi olimpikonjaink meg még királyabbak. Szerintem mindenki emlékszik a háromszoros bajnok vízilabda válogatottra, Csollány Szilveszter aranyérmére, Kokó bajnoki címére, vagy Hosszú Katinka remeklésére. Meg a több tucatnyi egyéb sikerre, ami egyszerűen kis a fér a képernyőre. Másrészt az olimpiával felújítanának meg építenének egy rakás dolgot. Rendbe raknák Csepel egy részét meg annak környékét, épülnének új hidak, bővítenének néhány autópályát, Magyarországra figyelne az egész világ 4 hétig, de amíg az oktatás színvonala zuhanó repülésben van, amíg hullákat találunk,
kórházak mostóiban, amíg a bérek a békasegge alatt vannak, és amíg a korrupció áthitat mindent, addig az ország egyszerűen nem engedhet meg magának egy olimpiát. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az olimpia Magyarországnak olyan, mint egy kocsmatúra az államvizsgálata egy nappal. Tudod, hogy jó lenne? Mindig is az volt, de saját magad lőnéd lábon, ha nem megfelelőképpen állítanád fel a fontossági sorrendet. Ha pedig te is úgy gondolod, hogy az olimpia király és hajrá magyarok, de ezt most nem kellene bevállalni, akkor mutatom, hogy mit tehetsz. A Momentum népszavazást kezdeményezett a következő kérdésről. Egyetérte ön azzal, hogy Budapest főváros önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát. A népszavazás kiírásához 138 000 érvényes aláírásra van szükség. Ha te is úgy érzed, hogy Magyarországnak először sokkal fontosabb problémákat kellene megoldania, mielőtt olimpiát rendez, akkor a következőt teheted. Keresd aláírásgyűjtő pontjainkat, jelentkezz aktivistának a honlapunkon, illetve tölts fel képeket a Facebookra, hashtag nolimpia jelöléssel, hogy megmutassuk, mi mindenre kellene inkább költeni. Emellett a honlapról le tudod tölteni az aláírásgyűjtőívet is. Ezt tölts ki te, családod, barátaid, ismerőseid, és add le az aláírásgyűjtő pontok valamelyikén. A végére pedig tőled kérdezek. Mit gondolsz az olimpiáról, illetve a nolimpia kampányról? Ha van bármilyen válaszod, kommentelj. Találkozunk a jövő héten. Szia!